nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megújult szálláshely Faddomboriban, 19 apartmant alakítottak ki a paksi bővítésen dolgozó szakembereknek. Az orosz-ukrán háború hatásai több szempontból is érintett Magyarország gazdasága. Kiszáradást okozhat a vírus, gyerekeket támad a hányással, hasmenéssel járó betegség. Nagybőjt. Van, aki vallási indítatásból, más az egészsége megőrzése céljából mellőzi a húsfogyasztást. Felújították Faddombori emblematikus épületét, az egykori hullámmotelt a volt kemping területén. 19 apartmant hoztak létre a kivitelezők az átalakított szállóban. Az épület azoknak a szakembereknek az elhelyezését szolgálja, akik a Paks 2 beruházáson dolgoznak majd. Süli János a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, az átadón azt mondta, az infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhetően a térség gazdasága gyorsan fellendül majd. Az egykori hullámszálló épületét alakították át apartmanházzá. A beruházás célja a lakhatás fejlesztése volt a környéken, hiszen a jövőben több ezer munkavállaló érkezése várható a térségbe a Paks 2 beruházás kapcsán. Az épületben két emeleten 14 kétágyas, 4 darab 2 és 4 ágyas, valamint egy teljesen akadálymentes apartmant alakítottak ki. Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, hazánk közös ügyének nevezte a Paks 2 beruházást. Példaértékű az a fajta társadalmi szerepvállalás a Paks 2-vel kapcsolatos beruházásoknál az előkészítési szakaszban, ahol a Paks környéki településeknek az infrastruktúra és közműfejlesztése folyik. Ebbe a térségbe tartozik a Fad és a Faddombori térség. Süli János a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, nagyon fontos, hogy a Paks 2 beruházás folytatódjon, és ahhoz meg tudják teremteni a megfelelő körülményeket. Mikor elkezdtük az erőműépítést, akkor is már térségfejlesztésben is gondolkodtunk, itt volt kihasználatlanul ez a volt kemping, ez a rossz épülettel, csak eldöntöttünk, hogy nekünk ide akár a saját embereink, vagy az orosz partnereinknek a akár üdültetés adá, akár hosszabb idejű lakhatását itt meg fogjuk tudni oldani. Ezen kívül még 10 darab ikerházat építenek majd a területre. Én azt gondolom, hogy elsősorban a turisztikai vonzerőnk fog növekedni majd, ha itt szép épületek épülnek a régi, kicsit lepusztult épületek helyére. Ezek a fejlesztések a környék ingatlanjainak értékét is emelik majd. Jelentős növekedési potenciál van a magyar iparban, mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára kedden. A KSH friss adatai szerint ugyanis februárban az ipari termelés volumene 4,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Januárhoz képest 1,6%-kal nőtt a szezonálisan és a munkanappal kiigazított ipari kibocsátás. Az év első két hónapjában 6,6%-kal volt nagyobb az ipari termelés, mint a múlt év azonos időszakában. Ukrajna és Oroszország egyaránt fontos gazdasági partnerei Magyarországnak. Azt, hogy a két állam között dúló háború milyen hosszú távú hatással lesz hazánkra, még nem lehet tudni. A konfliktus rövid távú eredményei viszont már idehaza is érezhetőek. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint annak egyelőre nincs jele, hogy az energiaellátással nehézségek lennének. Már több mint egy hónapja annak, hogy kitört az orosz-ukrán háború. A hatása már Magyarországon is érezhető, ugyanis nem csak országszerte találkozhatnak azokkal, akik a háború elől menekülnek ide, de észrevehető az élelmiszerárak növekedésén és a forint gyengülésén is. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy hazánk erős kapcsolatot ápol mindkét szomszédos ország gazdasági szereplőivel. Ez a mezőgazdaságot is érinti, mert ugye az exportunknál, illetve az importunknál, de érinti az egyéb épületi anyagokat, építészeti anyagokat, illetve hát komolyan az energia területén vannak kapcsolataink. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a
gazdaságunk meg fogja érezni azt, hogy itt háború dúl. Tavaly Ukrajna volt Magyarország 13. legnagyobb exportpartnere. A kivitel értéke elérte a 2,4 milliárd eurót, ami a teljes exportpiac 2,2%-át jelenti. Ennél sokkal fontosabb az onnan érkező import, ami 4 területen erős. Ezek az élelmiszeripari alapanyagok, a fa, a faipari termékek és a fonásáruk. Mindez a teljes magyar árubehozatal 10%-át jelenti. Arról nem is beszélve, ha a szankciók miatt az orosz gázszállítások teljesen leállnának, az beláthatatlan következményekkel járna a magyar gazdaság számára. Az elnök hozzátette, annak egyelőre nincs jele, hogy az energia ellátással nehézségek lennének. Az energia, ami hát az katasztrófa lenne, az bennünket érintene. Én azért remélkedek abban, hogy talán minden félnek az érdeke az, hogy bizonyos gazdasági kapcsolatok megmaradnak, hiszen ez lehetetlen helyzetbe hozna Ukrajnát, és nagyon nagy nehézséget okozna Oroszországnak is. A jövő egyelőre bizonytalan. Hogy a háborúnak milyen hosszú távú hatása lesz a hazai gazdaságra nézve, azt még nagyon korai megjósolni, mivel sem az időtartamot, sem a kimenetelit, sem az esetleges béke utáni szankciók feloldásának menetrendjét nem ismerik. Folytatni szeretnék a munkát a paksi atomerőmű bővítésében érdekelt nyugat-európai és amerikai beszállítók, jelentette be Süli János, a Paks 2 projektért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott, a beruházás nemzetközi együttműködésben valósul meg. A turbinát az amerikai-francia General Electric Alstom, az irányítás technikát a francia-német Framatom Siemens konzorcium szállítja. A projekt előrehaladásáról szólva Süli János azt mondta, hogy a Paks 2 ZRT kérelme alapján az Országos Atomenergia Hivatal 5 évvel meghosszabbította a telephely engedély időbeli hatáját az előírt feltételek változatlanul hagyása mellett. 5961 új koronavírus megbetegedést igazoltak múlt hét péntek óta idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.860.159 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 101 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.611 főre emelkedett. Tolna megyében 106 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 4 napban, ezzel a járvány kezdete óta 39.359-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Akár kiszáradást is okozhat az a vírus, ami főleg gyerekeket támadott meg az elmúlt napokban idehaza. A kór lázzal, hányással és hasmenéssel jár a leggyakrabban. Jellemzően gyors lefolyású vírusról van szó, szakemberek szerint megfelelő folyadék és bélflóra utánpótlással napok alatt ki lehet belőle lábalni. Nézni, egy kis kocak simogatás lehet, hogy nem számos a kocak, de én megnézem, jó? Általános rosszul lét, levertség és fejfájás. Ezek a legjellemzőbb kezdőtünetei annak a vírusnak, amit az elmúlt napokban egyre több gyermek kap el idehaza. A kór mellékhatásaként láz és hasmenés is kialakulhat. Ezek fertőzéses eredetű betegségek, az esetek nagy részében vírusok a kórokozók, rota, adeno, kalici, enterovírusok, és ezek nem csak szennyezett élelmiszerrel, sőt nem elsősorban szennyezett élelmiszerrel vagy széklettel terjednek, hanem légutakon keresztül. A néhány nap alatt megszűnő tünetek legtöbbször maguktól elmúlnak, a szervezet immunrendszere ugyanis képes legyőzni a vírust. Ám például bélflóra pótlóanyagok szedésével gyorsítható a gyógyulás folyamata, ezt már egy másik házi orvos mondja. És amikor a hányás már elmúlt, akkor utána a zsír, fűszer, szegény, illetve tejmentes étrend adása mellett a bélflóra pótló vagy probiotikus kezelés kiegészítésével ez a dolog néhány napon belül, vagy esetleg max. Egy héten belül rendeződni fog. A szakértő szerint nagyon fontos a folyadék utánpótlás a kiszáradás elkerülése érdekében. A legrosszabb mindig az első 1-2 nap, amikor a hányás jelentkezik. Ugye, hogyha hány a gyerek, akkor nagyon nehéz szájon keresztül a folyadékbevitel. Ilyenkor nagyon ügyesen, nagyon óvatosan, apró kortyonként kell a hideg folyadékot bejuttatni a gyerek szervezetébe. Ennek még van esélye arra, hogy a gyerek nem fogja kihányni. Minél nagyobb mennyiséget iszik meg egyszerre, vagy esetlegesen ez a folyadék meleg, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ez vissza is fog jönni az indulási oldalon. Az orvosok szerint tehát hiába lehet rémisztő a hirtelen hányással és hasmenéssel járó vírus.
Az valójában néhány nap alatt leküzdhető, a rendszeres folyadékutánpótlás viszont elengedhetetlen a gyors gyógyuláshoz. Megjelent az új köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzék, amely 40 kiadó több mint 2400 könyvét és munkafüzetét tartalmazza, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden. A tankönyv rendelése a 2022-23-as tanévre az előírásoknak megfelelően elindult, az iskolák április végéig adhatják le az igényeiket. A könyveket augusztusban szállítják ki. Könnyen megelőzhető, hogy a parti fecskék veszélyes helyre költözzenek. Hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, amely megelőző módszerként az építkezéseken a földfalak ponyvás letakarását javasolja. Évről évre jelentkező madárvédelmi probléma országszerte a tavasszal hazaérkező parti fecskék beköltözése épületalapokba. Olyan helyekre, ahol éppen ezért hónapokra le kell állítani a munkálatokat, vagy az illegálisan folytatott munkavégzése a teljes kolónia, a tojások, a kotló és etető madarak, illetve a fiókák pusztulását okozhatja. Az MME egy olcsó és egyszerű megelőző módszert, a potenciálisan veszélyes földfalak ponyvás letakarását ajánlja az építővállalatok és vállalkozások a lakosság és az önkormányzatok figyelmébe. Mire való és tartja még valaki a böjtöt? Vallási vagy egészségügyi szempontból fontos, hogy évi egyszer időszakos diétát tartsunk. Tényleg szolgál-e lelki feltöltődéssel a böjt? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Szexárdon. Hamvazó szerdán, azaz idén március 2-án kezdődött el a nagy böjt, mely a húsvét vasárnapot megelőző 40 napot öleli fel. A keresztény közösségekben ez előkészületi, bűnbánati időszak. Ilyenkor a vallásos gyakorlat középpontjában a megtisztulás és az áldozatvállalás áll. Ezen kívül a böjt betartása nem csak lelki felüdülést nyújthat, az ember egészségére is jó hatással van. Stábunk annak járt utána, hogy megmaradt-e valami ezekből a hagyományokból a mai világban. Egyáltalán nem szoktam ilyen dolgokkal foglalkozni, úgyhogy azt teszek, ami jól esik. Számos élettani előnnyel jár, ha valaki néha diétára fogja magát. Kutatások szerint szerepe lehet a hosszabb élettartam elérésében. Egyrészt vallási okokból, másrészt egészségügyi okokból mindenképpen tavasszal szoktam tartani böjtöt. A böjtnek nem csak az a lényege, hogy húsmentesen táplálkozzunk, hanem hogy kevesebbet együnk és kerüljük a nassolást. A koplalásnak köszönhetően csökkenhet a vérnyomás és javulhat az anyagcsere is. Gondolom a szervezetnek jót teszni a méregtelenteni, ha a böjtöt úgy értjük, tehát úgy értjük nem húsra koncentrálva, hanem mindenre általában. Szabó István fiatal korában tartotta a hagyományt, de ő már nem adta tovább azt a gyermekeinek. Az én mamám még a sonkát is, addig nem ehettünk belőle, még nem vitt el a templomba megszentelni. Úgyhogy utána valahogy kihalt, mint a régi hagyományok, én szerintem. Tehát érdemes néha böjtöt vagy más néven diétát tartani, mert az nem csak testileg, de lelkileg is felfrissíti az embert. Regionális híreink következnek. Ünnep a Tenkes lábánál, 45 éve kapott városi rangot Siklós. Halálos baleset Baranyában, 24 éves férfi vesztette életét Kozár Mislennyél. Rossz időben is jó együtt lenni, újra találkoztak a családok, ismerősök a Szentekabi Bogrács Fesztiválon. Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg idén először a városnapokat Siklóson. Április 1-én ünnepelte ugyanis a település városávatásának 45. évfordulóját. Ebből az alkalomból koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár és gasztró utca várta a helyieket és a turistákat. Ismerős dallamokkal, filmzenékkel is szórakoztatta a közönséget Siklóson a Harkány Big Band. Most ünnepelte ugyanis várossá alapításának 45. évfordulóját a település. A háromnapos ingyenes rendezvényre a helyieket, a környékbelieket és a turistákat is várták a szervezők. A kulturális programokat megelőzte a városi kitüntető címek és elismerések átadása március 31-én, melyről korábban beszámoltunk. Ez volt az első olyan metódus a siklósi várlovak termében, ami talán megadta az egész rendezvény sorozatnak az alaphangulatát és a nívóját.
Aztán ezután természetesen az volt a célunk, másodlagos cél, hogy a siklósiak is nagyon jól érezzék, és magukénak érezzék ezt a rendezvénysorozatot, ezért közel hoztuk hozzájuk ezt a kvázi fesztivál hangulatot, és a belvárost lezárva fölépítettük a színpadot, és összetettünk egy olyan programsorozatot, ami betöltötte gyakorlatilag a csütörtök estét, a pénteket és a szombatot is. A három napon hazai és külföldi sztárok is színpadra léptek, de kézműves vásár, gasztró utca és gyermekprogramok is várták az érdeklődőket. Az eseményt egyébként hagyományteremtő szándékkal rendezték meg idén. A tervek szerint minden évben a várossá nyilvánítás napjához, azaz április 1-jéhez közeli hétvégén szerveznek majd hasonló programokat. Az első alkalommal lezajlott városnapokon a borongós idő ellenére is sokan kilátogattak, és részt vettek a koncerteken, kísérő programokon. Eddig tisztázatlan okból és körülmények között egy személygépkocsi letért az útról és felborult a Baranyai Kozármislánynél az 57-es főúton vasárnap este 8 óra körül. A baleset következtében a gépkocsi vezetője, egy 24 éves seljei férfi, a helyszínen életét vesztette. A rendőrség kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek. Újabb tragikus baleset miatt helyszínelt a rendőrség Kozármislány közelében. A munkát teljes útzár mellett végezték. Eddig tisztázatlan okból és körülmények között tegnap este 8 óra körül egy Pécs irányából Kozármislány irányába tartó autós letért az útról és felborult az 57-es úton. A baleset következtében a jármű sofőre, egy 24 éves seljei férfi, a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit szakértő bevonásával a pécsi rendőrkapitányság vizsgálja. Információink szerint a férfi nem használt biztonsági övet, így az ütközés közben kirepült a járműből, ez okozta halálát. A rendőrség kéri, hogy a változékony időjárásra tekintettel és fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki. A borongós hűvös idő ellenére is közel fél ezren vettek részt Kaposváron a Szent Jakabi Bogrács Fesztiválon hétvégén. A Somogyi megyeszékhely település részén népszerű rendezvény tavaly elmaradt. Talán ezért is várták már annyira a családok és baráti társaságok. Ilyen nagy edényekben főzték a gulyást a hétvégén a Szent Jakabi Bogrács Fesztiválon. Sokan kóstolták meg ezt az egytálételt. A főszervezők azt mondják, óriási öröm számukra, hogy egy év kihagyás után újra együtt lehetnek. Nagyon sokan vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat. A régi barátokkal, ismerősökkel találkozunk, újra beszélgetünk egyet, egy kis műsort nézünk, kis tombolát. A támogatóknak megköszönjük azt, hogy ez a műsor létrejöhetett. A tombolában mindenben csak támogatókra számíthattunk. Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője és Kaposvár polgármestere is. Szita Károly azt mondta, az ország és a város sikerei nagymértékben az időseknek és azok erős közösségeinek köszönhetők. A jókedv az, amely vitt bennünket előre, az a sok tanács, az a sok kérés, az a sok panasz, mert mindenből kijutott, amely mindig megadta számunkra azt a feladatot, hogy egyről a kettőre tudjunk jutni, ami remélem, hogy sikerült is. A vidám délutánon talán a legtöbben a magyar mulatós zene egyik legnépszerűbb előadójának, Kacor Ferinek a koncertjét várták. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Megújult szálláshely Faddombariban 19 apartmant alakítottak ki a paksi bővítésen dolgozó szakembereknek. Az orosz-ukrán háború hatásai több szempontból is érintett Magyarország gazdasága. Kiszáradást okozhat a vírus, gyerekeket támad a hányással, hasmenéssel járó betegség. Nagybőjt. Van, aki vallási indítatásból más, az egészsége megőrzése céljából mellőzi a húsfogyasztást. Szerdán döntően napos idő lesz, jelentős csapadék nem érkezik, kissé élénk déli szél fúj majd, tovább emelkedik a hőmérséklet, kellemesen enyhének ígérkezik a délután. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!